Hello, hello! Hello, sajtó szabadság! Még egyszer üdvözlünk mindenkit! Remélem mindannyian azért vagytok itt, hogy megvédjük a sajtószabadságot! Kedves egyetemisták, diákok, sajtószabadságért aggódó civilek! Ezt a mai tiltakozást azért szerveztük, mert a készülő új médiatörvény erőteljesen korlátozza a sajtószabadságát, ezzel csorbul a demokratikus jogunk a szabad véleményformálásra. Mi, mint diákok és felelős állampolgárok, felháborodva, zavartan és értetlenül fogadjuk, hogy az új médiatörvény elfogadásával tovább sérül a jogállamiság eszméje, folytatódik a jogállami keretrendszer lebontása. Az új médiatörvény megfogalmazása szerint az öncélú sajtószabadság helyett közösségelvű értékrendet kívánja megteremteni a magyar médiában. A január 1-től hatályba lépő jogszabály ráadásul nem tisztázza, hogy mit ért közösségelvű értékrenden. Elfogadhatatlan, hogy a készülő törvény azonos véleményszolgáltatóként kezeli a teljes sajtót. Ennek célja a kormányzatot bíráló kritikák elhárítása. Ennek érdekében ruházza fel korlátlan hatalommal, korlátlan jogkörrel a médiahatóságot, amit nem csupán közszolgálati médiumok, hanem a blogok, az online véleményportálok, a nyomtatott sajtó, valamint a kereskedelmi tévék felügyeletére is kötelez. Ilyen homályos fogalmakra nem épülhet szabályozás. Ha ezek alapján bírságolnak, az teret enged az önkénynek. Semmet, hogy a médiatanács elnöke következmények nélkül megfogalmazta egy olyan mondatot, mint az alábbi. A mostani szabályozási tervben a vélemény, a szólás és a sajtószabadság már nem öncél, hanem a közösség integritását szolgálja. Szinten közbehangosított felügyelet a kádári éveket idézi. Médiajogászok szerint ilyen centralizált, ekkora hatalmat gyakorló felügyeleti rendszerrel és szabályozási környezettel ma biztosan nem nyernénk felvételt az Európai Unióban. Tiltakozunk a sajtó önkényes megregulázása ellen. Sajtószabadságot! Demokráciát! Nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttetek! Mi itt már annyit terveztünk, ennek a tüntetésnek vége!